Ukrajna nemzetközi partnerei ez idáig több mint 700 millió dollárt biztosítottak humanitárius aknamentesítésre. A gazdasági minisztérium tájékoztatása szerint Ukrajna nemzetközi partnerei egy 2022-től 2027-ig terjedő projekt keretében több mint 700 millió dollárt különítettek el aknák más robbanó szerkezetek hatástalanítására. A tárca közleményéből az is kiderül, hogy a program legjelentősebb finanszírozója az USA, a Svájc, Norvégia, Japán, Hollandia és Németország. A közös munkának köszönhetően jelentős területeket sikerült újra termővé tenni, megvédeni a lakosságot az aknák és más robbanó szerkezetek jelentette veszélytől, államinisztérium összegzésében. A háború kezdete óta aknarobbanásban 296 ember vesztette életét a sebesültek száma 665.